Sziasztok, és üdvöllek a csatornán, én Panni vagyok, és ez a videó végre egy régóta várt videó lesz, ugyanis rajzolni fogok benne, minden egyes videó, amiben rajzolok, nagyon várt, úgymond. Mindenki nagyon szeretné, hogy még rajzoljak, és én is nagyon szeretnék erről videókat csinálni, mert egy csomó mindent tudnék elmondani és megmutatni nektek, csak egyszerűen szörnyen lassan szedem össze magam, úgyhogy igazából most jött el az az idő, hogy végre készen állok, és összeszedtem egy pár ilyen rajzolási technikát, amiket szeretek csinálni, és gondoltam, hogy ezekről fogok külön-külön videókat készíteni. Most ebben a videóban azt láthatjátok, hogy az ilyen rajzokat hogyan készíthetitek el. Lépésről lépésre elmondom, hogy én személy szerint hogyan szoktam megrajzolni ezeket a rajzokat. Kezdjük az eszközökkel, mert ugyebár az sem mindegy, hogy pontosan mivel is állunk neki a rajzolásnak. Ezekkel a zselistollal készült rajzokhoz ceruzára, zselistolra és papírra lesz csupán szükségetek, valamint még egy pár hozzávalóra, de mindjárt meg is mutatom. Ceruzából igazából nincsen nagyon kedvenc márkám vagy kedvenc típusú ceruzám, egyszerűen, hogyha fogok egy ceruzát és elkezdek vele rajzolni, akkor érzem, hogy ez jó ceruzá vagy sem, de én inkább szeretem a se nem túl puha, se nem túl kemény ceruzákat. Az ilyen zselés rajzokhoz inkább mondjuk a keményebb ceruzákat ajánlanám. A következő a zselistollak. A zselistollaknál nagyon fontos, hogy minél vékonyabb legyen a tollatok. Ilyen zselistollakat lehet venni bármilyen papírírószer üzletben vagy hobbiboltban. Én ajánlom a 0,3 vagy 0,5 mm vastagságú tollakat, ez a hegy vastagságát jelzi, és a 0,5-ösből nekem most egy ilyen sötétkék színűm van. Inkább a feketét szeretem, de íráshoz használok sötétkék színűt, úgyhogy azért van nálam most egy ilyen. A másik az pedig egy fekete toll, és várjunk ez. Ja. A fekete tollam kifogyott. Gratulálok magamnak. Akkor ebben a videóban sötétkék tollal fogok rajzolni, nem baj? Aztán papír, amire rajzolunk, bármilyen papír lehet felőlem, amilyet szeretnétek, én szoktam vékony lapra, vastagabbra. A vastagabb papírra mondanám azt, hogy én azt jobban szeretem, mert nem tudom miért, csak úgy jobb. És amit még ajánlok, hogy ne kemény felületen rajzoljatok, hanem jobb, hogyha egy füzetet, vagy még pár papírt beraktok a papír alá. Én most ezt a kis vázlatfüzetet fogom használni, amit a Tigerben vettem. Ebben hát vastagabb papírok vannak, mint egy simán 4-es lap, de igazából annyira nem számít. És ami kulcsfontosságú hozzávaló, úgymond az ilyen rajzokhoz, az egy kiindulási pont. Vagyis egy kép, amit le fogunk másolni. Én az ilyen zseléstollás rajzokat mindig másolom valahonnan, mert akkor látom, hogy milyen vonalat hogy kell megrajzolni, tehát én ezeket soha nem szoktam úgy, hogy a fejemben van valami, és akkor lerajzolom. A lényeg az, hogy legyen valami magazinotok, amiben kiválasztatok egy képet, amit le szeretnétek rajzolni, lehetőleg mondjuk egy modell legyen rajta, mert én is lányokat szoktam lerajzolni. Hát ebben az újságban például ez, amik így néznek ki, tehát ilyen egész oldalas képek, valaki lány ruhákban, vagy pedig egyébként kiválaszthattok bárhonnan máson is képet, tehát mondjuk elég Goldingot is lerajzolhatjátok, hogyha szeretnétek. Szerintem bármilyen magazinban tudtok találni olyan divatanyagot vagy olyan fotókat, amiket érdemes lerajzolni, és azt hiszem, hogy ennyi az összes hozzávaló, ami kell egy zselistollas rajzhoz, úgyhogy kezdjük is! Úgy döntöttem, hogy Mihalik Enikőt fogom lerajzolni ebben a csodálatos divatanyagban. Ez egy... Jézusom, de régi! Mi? 2012-es Glamour újság, és mondom is a másolási technikát, amit ajánlok. Ahogy én szoktam rajzolni, az általában nem abból áll, hogy lerajzolok egy embert, hogyha második legalábbis képről. Nem szoktam lerajzolni, jó, akkor itt egy fej jön, itt egy test jön, itt egy izé jön, hanem egyszerűen csak vonalakat és arányokat nézek, hogy melyik vonal hogyan aránylik a többi vonalhoz, és az egész alak hogyan aránylik az egész képhez. Nagyjából pont akkora, mint amekkorára át szeretném rajzolni. Az a lényeg, hogy nézzük, hogy például a feje az... milyen messze van a lap tetejétől. Kb. Pont akkorára, mint amekkora majd a feje lesz, tehát akár ceruzával is lemérhetjük, hogy mondjuk egy ekkora rész, és akkor aztán egy ekkora fejrész jön, kb. A kép közepén. Így sem szokott mindig tökéletes lenni, amit lerajzolok, de szerintem még ez a legjobb technika. Ez egy kicsit nagy lesz, de utólag bármin lehet változtatni még. Aztán itt jön a nyaka, ami Rövidebb, mint az állkapocs része, tehát nem ennyire hosszú. És a nyaka pedig viszonylag kb. Fel olyan vastag, mint a fejem. Nem tudom. A lényeg az, hogy minden egyes részletet így szoktam szemügyre venni, úgymond, és így szoktam lemásolni a rajzokat. Nézem, hogy kb. Mekkora szögben hajlik meg a válla, meg ilyenek, mert tényleg ez számít egyszerűen, hogy milyen ez a kanyar, ami itt jön, mert nem mindegy, hogy ilyen, vagy ide lejön, vagy ide feljön, tehát nagyon kell figyelni minden egyes kis részletre. A karja, az kb. Olyan hosszú lesz a könyöktől a vállig, mint a két váll közti távolság, szóval akkor először lerajzolom ezt. És a válla az itt lejt, egyértelműen, hogyha nézzük ezt a részt, akkor ez nem. Ez a vonal és ez a vonal nem párhuzamos egymással, tehát az azt jelenti, hogy a váll az lejt. Valahogy. És meg is van a vállak szélessége. Most akkor a kart is. Nagyjából ugyanilyenre kell, megnézzük, hogy a szög, az mondjuk így egy ehhez vonalhoz képest mekkora szög, mondjuk egy ilyen 120 fokos, na jó, nem vicceltem. Tehát csak úgy kb-ra kell bemérni, hogy egy hasonló szögben hajoljon meg a karja, mindegy. Aztán itt jön a ruha. Kb. Ezt nézzétek a negatív tereket is. A negatív terek is nagyon fontosak, hogy ez az alakzat, ez mi? Ez egy kb. Teljesen szabálytalan négyszög, úgyhogy ide fogunk mi is azt rajzolni, de hogy a képen látjuk, itt ez így idefele jön. Úgyhogy ne féljetek a negatív tereket rajzolni, mert az is a tér része, tehát nem mindegy, értitek. Itt is ugye, hogy aránylik ez a hosszúság ehhez a hosszúsághoz, hát ez a hosszúság egy picit rövidebb, tehát mondjuk így ez idáig fog tartani. Aztán itt jön a kéz, ami párhuzamos ezzel a résszel, de nem ugyanolyan hosszú. És aztán pedig a harmadik vonal, ami így jön. És most kaptunk egy, hát nem is ugyanolyan, de hasonló alakzatot, mint ami a képen van. Egyébként az is nagyon fontos, hogy ne nagyon görcsüljetek rá a rajzra, mert lehet. Valószínűleg nem lesz pont ugyanolyan, mint a képen, és lehet, hogy tök más lesz, de az nem segít, hogyha rágörcsöltök egyáltalán. Tehát ne féljetek javítani a rajzotokon, ne féljetek merész vonalakat húzni, mert benne van a pakliban, hogy elromlik. Lehet, hogy ez sem lesz a legjobb rajz, amit valaha készítettem, de mindegy. A tollrajzokban egyébként az az érdekes, vagy én azt szeretem, lehet, hogy ezt így én találtam ki hozzá, hogy nem különböztetek meg vonal vastagságokat. Egy rajz azért lesz olyan, ahogy kinéz, mert ugyanolyan vastagságú tollal húzom meg a kontúrokat, a láncokat, a ruhán, a hajszálakat, a szemet, mindent, és ez egy kicsit merész, nem is tudom, hogy elsőre miért csináltam, de egyszerűen nagyon megtetszett, és azóta egy csomószor rajzolok ilyet. Ilyen szügegzárbe alába. Hát, mondjuk ez egy szoknya, úgyhogy itt nem baj, hogyha nem követitek olyan nagyon pontosan a képet, tehát a lényeg az, hogy olyan emberi alakja legyen, a másik oldalhoz van, ahogy így jön. És itt jön be a szoknya hosszúsága. Milyen hosszú ez a szoknya? A fej, az megnézzük, hogy kb. Ugyanolyan lett, mint a képen, tehát lemérhetjük azt is, hogy az övtől a szoknya aljáig, mondjuk itt középen mekkora távolság van. Idáig fog nagyjából érni. Ami azt jelenti, hogy itt a szélén, ez itt följebb van, tehát ez így le fog jönni is. Ez itt pedig valahogy így. Tehát itt a szoknya vonala, ez követi a lábvonalát, ami valahogy így jön. Nem tudom, valahogy így, ezt is ki lehet kalkulálni, hogy jön. Ha a láb milyen vastag, kb. Olyan vastag, mint a felkar, nem vastagabb, mint a felkar természetesen, de hát mindegy, a boka vékony, mert ez egy modell. És akkor a lábfej, hát ugye a lábfejet is lemérhetjük, hogy hogyan aránylik. Hogyha nem olyan rajzot rajzoltok, ami méretarányos a képpel, akkor is összemérhetitek, hogy van egy lábfej, ami mondjuk pont akkora, mint a ceruzának ez a része, az egész láb hosszúsága az pedig kb. 3-szor akkora, tehát a lábfej az egész lábnak az 1/3. És akkor itt is leméritek, hogy az egész lábhossza az mekkora lesz, mekkora az 1/3, és akkor erre rajzoljátok meg. Ez igazából valamennyire matematika is, nem tudom. Itt is csak az arányokat kell nézni, melyik vonal, milyen hosszú, hova érkezik, és ahogy mondtam, minden egyes vonalat megrajzolhattok hasonló vastagságúra, mert én így szeretem. Ja, csináljátok azt, amit mondok. A lényeg, hogy minden egyes kis ráncot nyugodtan rajzoljatok be, mert ettől fog jól kinézni majd a végleges rajz. És így meg is van a második láb, csodálatos, megvan a nőnek mind a két lába. Jött a hiányzó kar. Most fogom elrontani. Aztán nézzük ezt a részt például, tehát ez itt egy ilyen 50 fokos szög nagyjából. Milyen jó, hogy járok matekra. Hogyha azt látjátok, hogy a rajzban követtétek kb. Az összes szabályt, amit az előbb elmondtam, és mégse lett olyan a rajz, mint ahogy a képen kinéz, ez nálam ezerszer előfordul, és a legeslegrosszabb, amikor nézem, hogy de én mindent úgy csináltam, ahogy kellett volna, és mégse úgy néz ki. Mi a hiba? Hol a hiba? Akkor én ajánlom itt is a negatív terek megfigyelését, hogy biztos, hogy így mondjuk a távolság nálam kicsit nagyobb, tehát így nézem, hogy valami nem oké, nálam tényleg kicsit nagyobb lett a két láb közti távolság, ami adódhat abból is, hogy eleve szélesebbre rajzoltam a csípőjét, szélesebb lett a szoknya, és aztán, hogyha ahhoz igazítjuk a többi arányt, akkor nyilván valamennyire borul a rajz, nem feltétlenül lesz ebből rossz, csak tudjátok, hogy ha esetleg a rajzotok nem úgy néz ki, mint a képen, vagy valami nem oké, akkor az valószínűleg emiatt van. A következő lépés a zseléstoll, mert ugyebár ez egy zselistollas rajz lesz. Amit csinálni fogunk, az az, hogy átrajzoljuk ezt a rajzot, minden egyes vonalát, ugyanazzal a tollal, ugyanolyan vastagsággal. És hogyha elkészültünk az összes vonal kihúzásával, akkor kettő dolgot tehetünk, vagy így hagyjuk a rajzot, vagy pedig árnyékolunk is rajta. Én az árnyékolást általában ilyen kis vékony vonalak húzásával szoktam csinálni, ott, ahol az eredeti rajzon is található árnyék. Vagy pedig hagyhatjuk így is, és egyből kiradírozhatjuk a vonalakat, a ceruza vonalakat a rajzról. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, és folytatni fogom ezt a sorozatot még további részekkel, amiben még különböző rajzolási technikákat fogok nektek bemutatni. Hogyha esetleg kipróbáljátok az ilyen zselistollas rajzolást, és felteszitek Instagramra, akkor jelöljetek meg a képen, hogy megnézhessem őket, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudtam segíteni nektek, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!